legutóbbi éveiben találkoztam a Hamlet szerepével, találkoztam a Windsori végnőkkel, az első nagy Shakespeare az a Iago, Otellóban a Iago volt, és akkor most ehhez hozzátársul ugye a Szent Iváni Jálom. A világ maga, a Shakespeare világ maga, az annyira varázslatos, most nem csak erre értem a Szent Iváni-ra, ahol effektíve varázserdők vannak, és tündérek, és tündérkirálynők, hogy az nagyon érdekes. Először ezt mondom, ugyanakkor van benne valami megdöbbentő, mondjuk így, vagy inkább olyan, mint egy 7000 méter magas hegy, amit úgy meg kell mászni. Meddig kívánsz itt maradni az erdőben? 10-20 rászát, így megvárom, ha kedved tartja, örömében gyönyörködni. Tarts velünk, és táncolj te is a holdfény, ha nem, maradj távol. És én is megkérdelek magamtól. Adj hát a fiút, veled tart. Add nekem a királyságot. A fiút akkor sem kapod meg. Hozzá kell edzeni magunkat ahhoz, hogy ezeket a magasságokat valahogy el tudjuk érni, és azért olyan is van, hogy nem sikerül, tehát hogy bevágjuk a csákányt és lecsúszunk. Tehát ez egy nagyon küzdelmes. Maga Stanislavski írja egyébként, hogyha a Hamlettel foglalkozik az ember, az tényleg, ő is ezt a példát használja, hogy mint egy hegy, hogy tárnákat kell válni, keresni kell a hegy gyomrában azokat a nyersanyagokat, a nemesfémeket, az aranyat, a gyémántokat, és van olyan, hogy azt gondoljuk, hogy valami tárna vezet valahova, és akkor öröm újongást tör föl az alkotókból, pedig tévedhetnek is akár. Szóval, hogy rettentő kalandos vállalkozás Shakespeare-t játszani. Köszönöm az hangját, hozzád fel a Demetrioszt, aztán Demetriosként szidalmazt. Viszont az. És addig csald őket körbe-körbe, amíg az olombos fáradtság szemükre lenne. Hogy hello. Lüsszandrosz személye húzod el az. Te Lüsszandrosz! Én nem a már. Értem. Van olyan előadás, és van olyan munka, amikor igenis feladata a színháznak, vagy az adott előadásnak, vagy a színésznek, hogy reflektáljon. És van olyan, amikor nem. Nekem az az érzésem, hogy a Szent Iváni Jálomnak nem feladata, és nincs is a lehetőségei között, hogy a mindennapok problémáira reagál.